Na sziasztok emberek, én Sanyi vagyok, és ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet Minecraft-ba berakni shadert. Na, először is felmegyünk az, beírjuk a keresőbe, hogy optimal. És akkor enter. Mit kell várni, mint betör. Bocsánat, hogy laggolni fogok, vagy valami ilyesmi. Mert hogy ez lehet. És itt felmegyünk erre az elsőre. Optifine.net. És akkor itt a Dovlondra. És akkor, hát én 1.12-es Minecraft-ba rakom be. Letöltitek. Igen, itt lesz ez. Ezt majd feltelepítitek, gondolom azt mondjátok, hogy itt kell. Na. És utána felmentek a Minecraft Six pont. Nem, Minecraft Six. És akkor itt az elsőre rákattintatok. A keresés ikonra, és akkor beírjátok, hogy fader 1.12 enter. Akkor itt kerestek magatoknak shadert. Good az jó szerintem. Az első. Nézzük meg most ezt. Rákattintatok. Oké. Ilyen. És akkor itt le. És akkor itt a Dovlond gombra kattintunk. Betölti. Megnyitjuk. És akkor itt van a shaders. Bezárhatjuk a netet. Nekem ilyen izét fog behozni, de... Ilyet, igen, erről beszéltem. Nem hiszem, hogy megnyitja ezt. Na, de igen. Itt a százalék, updata, százalékot beírjátok. Nyomtok egy enter. Meg kell várni, még megnyitja. Csak ugye nekem ez lassabban jön meg, mert nekem ugye megy a videó, és egy minden. Na igen, itt rámentek arra, hogy pont Minecraft. Utána pedig megkeresitek azt, hogy shader patks. Akkor itt van. Itt van a shaders. És bocsánat, de ezt a Zeus, én nekem ez már bent van állítólag, de nem baj. Megmutatom azért, hogy itt kell. Itt a letöltésünk különben. Így. Töltsd be. És akkor itten, itt van a Zeus. Ez, és akkor ide így behúzzátok. Akkor itt van a 1.1.0, meg 1.0.1. Szóval jó, 1.1.0. Oké. Utána indítottok egy Minecraftot.
tört le jól. És hát van eredeti is, de tört verzióval tudom most jelenleg nektek csak bemutatni. Ja, és mint hallhatjátok, van hangom, és ez egy haladás nekem. Na, ide beírjátok a neveteket. És akkor itt lesz fent egy olyan, hogy egy pont, itt van 1.12 Optifine. És akkor a spray. Itt kell várni, még betölti. Egy gyors vágás, hogy betölti. Na itt is vagyok a vágás után, és hát akkor nézzük is meg. Igen. Felmegyek a legendarium célra, csak ahogy be kell használnom. És a jelszavamat még nem akarom, hogy tudjátok meg. Megállítom, bocsánat, gyors. Na, itt is vagyok. És hát láthatjátok, hogy a shaders hozta be, de nektek nem ezt fogok lehozni, hanem csak a sima alap Minecraftot, de ezt úgy tudjátok beállítani, hogy itt a beállítások, videóbeállítások, és a dinamikus fények alatt ott van, hogy shaders. Akkor nekem a csak apig van beállítva, de itt van a Zeus, amit most tettünk be. És akkor rá kell kattintani, nektek ez lesz, hogy ki. Rá kell kattintani, és akkor itt kész. Vissza a játékba, és itt van a Zeus, és itt van a nagy shaders, minden. Ez nekem laggol, de egy kis jobb géppel lehet, hogy lehet játszani, de én jobban szeretem a csokapikot, de most ez is jó. Ez jobban leveszi viszont az FPS, de a videó miatt is. Hát és akkor, hát a videó annyi is lett volna. Remélem tetszett és tudtam nektek segíteni. Ha igen, akkor előre köszönöm. És sziasztok! Na, és sziasztok!